A lemezmozgások típusai és a mozgások következményei. Háromfajta lemezmozgást különböztetünk meg, egymáshoz képest a lemezek közeledhetnek, egymáshoz képest a lemezek távolodhatnak, illetve egymáshoz képest a lemezek elcsúszhatnak. A távolodó lemez szegélyeket, illetve lemezeket az óceánok ajzatában lehet megfigyelni, az óceánok mélyén óceáni hátságok húzódnak, és a mély tengeri kutatások kimutatták, hogy ezek a hátságoknak a gerincében hasadék vulkánok húzódnak, és a hasadék vulkánok mentén magma tör fel a felszínre, az az olvad küzetanyag, ez az olvad küzetanyag az asztenoszférából származik. Azaz az asztenoszféra feszíti széjjel tulajdonképpen, és sodorja szél egymástól ezeket a lemezeket, az asztenoszféra áramlásai, a hasadék vulkánokban följövő magma, illetve láva megszilárdul, hozzá forra a lemezhez, bazaltos anyaga így növeli az óceán területét, és gyakorlatilag az eredeti pontok egymáshoz képest eltávolodnak. Az óceán közepi hátságok egymásba érnek, és gyakorlatilag mint egy 80 ezer kilométer hosszúságú hasadékvöldi rendszer képeznek az óceánok ajzatában. Tehát a távolodás eredménye vulkanizmus, az óceán területek növekedése, illetve az egymástól távolodó lemezek során lemezmozgás. De hogyha van lemezmozgás és távolodás, akkor nyilvánvalóan a óceáni lemez, illetve a közetlemez más oldalán közeledés kell, hogy megfigyelhető legyen. Így is van. Az óceánok a másik felén közelednek egymáshoz a lemezek, és mivel a Földön nincs több hely, mint amennyi a Föld felszíne, ezért ezek a közeledő lemezek ütköznek egymással, sőt, a kisebb sűrűségű lemez, és a nagyobb sűrűségű lemez ütközésekor, a nagyobb sűrűségű lemez, ami általában az óceáni lemez nyilvánvalóan, a szárazföldi lemez, a kisebb sűrűségű lemez alábukik és betolódik. Mivel óriási kőzettestek betolódásáról van szó, ezért itt nagyon komoly jelenségek figyelhetők meg. Ez a betolódás földrengésekkel jár együtt, Robbanásos vulkanizmussal jár együtt, és a robbanásos vulkanizmus eredményeképpen a felszínen, az óceánnal párhuzamosan a kontinentális ö, lemez ö, peremén vulkáni hegységrendszerek emelkednek ki. Az alábukás helyét az óceáni ajzatban az úgynevezett mélytengeri árkok jelzik. Az alábukás idegen szóval szubdukciónak is nevezzük, tehát ezek a szubdukciós zónák végig követhetőek, akár egy óceán ajzat térképen is, hiszen ahol mélytengeri ákokkal figyelhetünk meg, ott alábukó kőzetlemezek vannak. Az alábukó kőzetlemez szép lassan tolódik be a kontinens alá, szép lassan vonszolódik be azzal a sebességgel, amilyen sebességgel az óceáni hátságoknál a távolodás megtörténik. A betolódó alábukó lemez az asztenoszférába hatol be, és szép lassan, 700 km mélységben be is olvad az asztenoszférába. Tehát magyarul azt látjuk, hogy az óceáni hátságoknál, ahol anyagot nyertünk az egyik oldalon, a mélytengeri árkok esetében pedig ugyanez az anyag mennyiség szépen megsemmisül, beolvad. A vulkanizmus és a vulkári képződés az lemezeknél egy látványos, robbanásos tevékenységgel jár együtt. Itt andezit, illetve riolit kőzet képződik, és az andezit kőzet elnevezés is az Andok ered, amely teljes egészében a Nazca lemez, illetve a dél-amerikai lemez ütközéséből, illetve az ütközés következményeképpen jött létre. Elcsúszó lemezekre is van példa. Ahol sem távolodás, sem közeledés nem figyelhető, ott elcsúszhatnak egymás mellett. Például Kaliforniában a Szent András törésvonal az egyik legközismertebb példája az elcsúszó lemezeknek. Összefoglalva tehát, a lemezmozgások okozzák a kontinensek, illetve óceánok változó helyzetét a földtörténet során. Hiszen az, hogy hol keletkezik új óceán, hol szakad fel a kőzetburok az szél áramlásainak hatására, az esetleges lehet, illetve nem kimutatható ebbe valami törvényszerűség. Tehát a kontinensek szétszakadása, összesodródása az az év 100 jelensége. Ezért mondhatjuk azt, hogy a föltörténete során a kontinensek máshol helyezkedtek el, mint most. És a mostani kép az egy pillanatnyi kép, ami pár százmillió év múlva szintén másképp fog majd kinézni, és teljesen meg fog változni a lemezmozgások miatt. A lemezmozgások annak magyarázott a hegységrendszerek létrejöttére, a lemezmozgások a mai föld képét teljes egészében megmagyarázzák számunkra.